apostolnak a rómaiakhoz írott levele 6. részében, a 12. és következő versekben így szól Isten igéje. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, úgyhogy engedelmeskedtek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok át a bűnnek, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái. De szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, és emberi módon gondolkoztok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert annak vége a halál. Most azonban, mikor a bűntől megszabadultatok és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Úrunk, mi egészen megszoktuk azt, hogy csak azt hisszük el, amit látunk, és sokszor már a szemünknek sem hiszünk. Csak azt merjük komolyan venni, ami már megtörtént, és az ígéretekben nem bízunk. Csak abban merünk megfogózni, ami kézzel fogható. És ezért nem merünk megfogózni a te ígéreteidben, ezért nem bízzuk rá magunkat igazán a te szavadra, ezért tartjuk bizonytalannak a te hűségedet, ezért nem születik sokszor erő, megoldás, új élet a mi ige hallgatásunkból. Könyörülj meg rajtunk, és szabadíts meg minket ettől az ős hitetlenségtől. Bocsásd meg, hogy jobban bízunk magunkban, mint benned. Pedig olyan sokszor bebizonyítottad már, hogy megbízható vagy. Köszönjük a te ígéreteidet, amik már beteljesedtek. És köszönjük, hogy reménységgel várhatjuk azoknak a valóra válását, amik még ígéretek. Köszönjük, hogy sokszor beleszóltál már az életünkbe, és mondtad, adtad nekünk éppen azt, amire akkor a legnagyobb szükségünk volt. Olyan jó tudnunk, hogy egyedül te tudod azt most is, hogy mire van leginkább szükségünk. Olyan sok bajunk van, sok keserűséggel, megoldatlansággal jöttünk ide, és olyan sok felé keressük a megoldást, a feledést, a kiutat, és olyan eredménytelenül. Könyörülj rajtunk, és légy segítségül nékünk, hogy egészen megnyissuk most magunkat előtted. Könyörülj rajtunk, hogy hadd fogadjunk el téged igazmondó Istennek. Hadd vegyük komolyan azt, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te beszéded lélek és élet.
szentelj meg minket a te igéddel. A te igéd igazság. Amen. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amen. Jézus, nem csak azt kérjük, hogy fordulj hozzánk, hanem azt is, hogy fordíts minket egészen magadhoz most. És így törzsd ki rajánk a te szent lelkedet, kegyelmeddel minket segélj, az egy igazsággal vezérj. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található az előbb hallott bibliai részben, annak egy versét ismét olvasom. A Római Levél 6. részének 23. verse így hangzik. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, a 10 parancsolat magyarázata során többen megkérdezték, hogy voltaképpen mi is a bűn? Mi az, amitől Isten az ő törvényével óvni akar minket, és mi az, amire el akar segíteni? Mit tanít a Szentírás a bűnről? Most, hogy a végére értünk a parancsolatok magyarázatának, keressünk választ erre a kérdésre is, mint egy függelékként. Mit tanít a Szentírás arról, mi a bűn? Rendkívül tanulságos egymás mellé tenni a mi vélekedésünket és a Biblia tanítását. Az emberek általában azt értik bűnön, azoknak a gonosz cselekedeteknek az összességét, amit egymás ellen elkövetünk. Bűn tehát az emberölés, minden erőszakos cselekmény, a társadalmi tulajdon megkárosítása, némelyek szemében még mindig bűnnek számít a házasságtörés, esetleg a hazugság. Egy szóval mindaz, ami a polgári törvénykönyvbe vagy a büntető törvénykönyvbe ütközik. Persze ezeket sem tekinti mindig mindenki bűnnek, hiszen a házasságtörés a közvélemény szerint egyre kevésbé számít bűnnek, sőt olykor már erénynek. Az ügyesség, talpraesettség, bátorság fokmérőjének. Egészen a feje tetejére tudunk mi állítani mindent, ami Isten rendjével kapcsolatos. A hazugság is csak akkor bűn, ha kicsiben történik. Ha nagyban, akkor már másképp szokták nevezni. És sok családban csak az a hazugság, amit a gyerek mond. Ha a szülő nem mond igazat, az már könnyen óvatosságnak, körültekintésnek, sőt egyenesen okosságnak minősíthető. Fantasztikus, hogy hogy tudunk mi megítélni dolgokat, hogy milyen messzire kerültünk az igazságtól, hogy mennyire elveszítettük az igazságérzékünket. Igyekszünk ködösíteni mindenütt, ahol csak lehet. A fehéret feketére vagy színesre mázolni, és lehetőleg kiiktatni a gondolkozásunkból a bűnfogalmát. Valaki így írta le ezt: régebben az embereknek bűneik voltak, ma problémáik vannak. Nyilvánvaló, hogy nem igaz ez a megállapítás, de rendkívül jól mutatja azt a változást, ami a közgondolkozásban végbe megy. Egyezzünk meg emberek abban, hogy ne tekintsük bűnnek a bűnt. Lehetőleg tegyük meg azt a szívességet egymásnak, hogy nem vesszük észre a bűnt egymás életében. Vagy ha észrevesszük, mert ordít, akkor se nevezzük a nevén. És ne azzal foglalkozzunk, legfeljebb a következményeivel, és nevezzük el ezeket elegánsan problémáknak.
És eközben talán észre sem vesszük, hogy egyre több probléma jelentkezik személyes életünkben és világviszonylatban, és mivel nem akarjuk ezeket észrevenni, magunk taszítjuk önmagunkat egyre nagyobb nyomorúságba és egyre mélyebbre a bűnben. Annyira eltorzulhat a mi szemléletünk, hogy hallottam a bűnnek egy ilyen cinikus meghatározását is. Bűn az, ami kiderül. Ember, tégy meg tehát mindent azért, hogy ki ne tudódjék, amit tettél, és még magad se szerez tudomást arról a belső késztetésről, ami kényszerített arra, hogy olyan gaztetteket kövess el, mint egy rákos daganatot, jól takard el az életedben lévő bűnt, hadd növekedjen, hadd szívja az erődet, és amikor már mindet elszívja, csöndben belepusztulhatsz. Sokszor azonban még vallásos emberek is rosszul értelmezik a bűnt, és helytelenül gondolkoznak róla, még olyanok is, akik komolyan veszik egyébként, és kerülik. Hiszen igen sokan így gondolják, hogy én is bűnös vagyok, hiszen velem is megtörténik, hogy hazudok, hogy hiú vagyok, szeretetlen, türelmetlen, és így tovább. És ugyanerről az alapról mentegetik sokan magukat, hogy én viszont nem öltem, nem loptam, nyilvánosan házasságot nem törtem, hogyan lennék én bűnös ember? Mi tehát a bűn? Isten igéje egyértelműen azt tanítja, hogy nem azért vagyok bűnös, mert lopok, hazudok, hiú vagyok, önző vagyok, hanem azért követem el mindezeket, mert bűnös vagyok. A bűn lényege az, hogy elszakadt az ember Istentől, és egyedül akar boldogulni, és egyedül nem tud boldogulni, és ezért keres mindenféle magyarázatot a boldogtalanságára. A bűn lényege az, hogy elszakadtunk a Teremtőtől, és nélküle, vagy ha kell, vele szembefordulva próbálunk megélni. És ez nem megy. És e feletti kétségbeesésünkben találunk ki mindenféle magyarázatot. És mivel az ember elszakadt Istentől, nincs biztos viszonyítási pontja, önmagát teszi meg saját mértékévé, és ezért úgy jár, mint az a hajó, amelyiknek az iránytűje kölcsönhatásba kerül a hajó vastestével, és ezért az iránytű mindig abba az irányba mutat, amelyikbe a hajó éppen halad. Igazolja a hajó haladását. Szükségképpen eltéved. Nos, az Új Szövetségben az a szó, ami a bűnt jelöli, pontosan ezt jelenti. Úttévesztés, céltévesztés, eltévedés. Amikor az ember lelépett arról az útról, amire Isten őt állította, és Istentől függetlenítette magát, eltévedt, és azóta tévelyek, bolyong, következésképpen nem tud rátalálni önmagára, ezért van tele személyiségzavarokkal, nem tudja megtalálni a másikban a testvért, ezért van annyi probléma a közösségi dolgokkal, és magától nem tud visszatalálni Istenhez sem. Annyira elveszítette már a tájékozódó képességét és az eredeti utat, maga sem tudja, hogy hol van. Azt sem tudom, hol áll a fejem, szoktuk mondani. Elveszítettem magamat. Nem találom a helyemet. És ez mind-mind a szó szoros értelmében így van. És a szó lelki értelmében így van. Bolyongó, céltévesztett életének a vége, a halál, vagyis az Isten nélküli állapotnak a kiteljesedése és véglegessé válása. És ezzel, hogy az ember letért Isten útjáról, egy olyan kényszer helyzetbe hozta magát, amelyikben nem azt cselekszik már, amit akar. A bűnnek a rabszolgája lett, és kénytelen úgy gondolkozni, úgy cselekedni, ahogy az ebben a helyzetben következik. Aki bűnt cselekszik, mondja Jézus, egyes számban mondja, nem azt mondja, hogy bűnöket követel, aki a bűnt cselekszi, az a rabszolgája a bűnnek. Aki Istentől függetleníti magát, és nélküle akar élni, az olyan kényszer helyzetbe került, amiből magától többé nem is tud kilépni, ahol meghatározott törvényszerűségek szerint történik vele minden, akkor is, ha menet közben rájön esetleg tévedésére,
és helyteleníti azt. Még akkor is át kell élnie, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok. És itt hadd szólaljon meg mindjárt az evangélium, az, amit Jézus Krisztus hirdetett. Amikor az ő programját egy mondatba összefoglalta, akkor így szólt, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus is lelépett az útról, és eljött utánunk a mi tévejgésünk dzsungelébe, bűnné lett érettünk, mert egyedül ő tudja megmutatni a hazavezető utat, és mi egyedül otthon az atyával való közösségben tudunk emberré válni, és erre akar elsegíteni minket. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, vagyis egész pontosan visszaadva, kiszabadítsa, megszabadítsa a maga tévejgéséből azt az embert, aki elveszett. Aki önmagát is elveszítette, a tájékozódását is, az atyát is, a többieket is, aki egyedül maradt a bűne miatt. Sok magányos tévejgő, ezzé vált az emberiség, mióta függetlenítette magát Istentől. Jézus Krisztus tehát azért jön utánunk, hogy visszavedessen minket, hogy megmutassa az utat, ő az út, hogy elvezéreljen az igazságra, hogy megmutassa, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, és hol vagyunk most, és hogy kerülhetnénk vissza a helyünkre. Mindezekre magunktól nem tudunk rájönni. Ő az igazság. Azért jött, hogy megtanítson élni, itt és a halálunk után is, hogy életet adjon nekünk. Ezért mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus tehát kész visszavinni minket az atyához, ha engedjük. Aki hisz ő benne, vagyis elfogadja őt az Istentől küldött szabadítónak, és hiszi, amit ő mond a mi érdekünkben, az enged néki, annak élete van. Aki hisz ő benne, örök élete van annak. A szabadulás egyetlen módja tehát, a Jézus Krisztusban való hit. De ez valóságos szabadulást ad. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagytok. Azért olvastam fel a római levélből ezt a néhány verset, mert Pál apostol itt nagyon világosan és egész konkrétan szól arról, hogy amíg valaki a bűnben van, tehát Istentől függetlenül akar élni, mindegy, hogy mit csinál és mit gondolkozik, tehetetlenül vergődik ebben az állapotban, és ez termi a maga gyümölcseit. És mihelyt valaki engedi, hogy kiszabadítsa őt innen Jézus Krisztus, és igazsággal, élettel ajándékozza meg, az is elkezdi teremni a maga gyümölcseit. És a végén még csöndesen biztatja az atyafiakat, hogy úgy, mint ahogy ott kivoltatok szolgáltatva a bűnnek, és a ti tagjaitok is, minden porcikátok a bűn szolgálatában állt, hát most öntudatosan és elszántan is szánjátok oda a ti porcikáitokat, minden tagotokat, egész lényeteket az Isten szolgálatára, mivel már nem vagytok a bűn rabságában, hanem Krisztus szabadsága segített el titeket. És ez a szabadulás akkor is bekövetkezhet, hogyha szörnyűségeket követett el valaki. Bármit elkövetvén is megszabadulhat. Bármit elkövetvén is megszabadulhat. Mert nem a bűnei tették őt bűnössé, hanem a bűne miatt követett el bűnöket. Csodálatos élmény az, amikor valaki megtapasztalja Istennek ezt a mindent elfedező, mindent eltörlő kegyelmét, ezt az alapvető szabadulást, hogy az állapotomból, az Isten nélküli állapotomból szabadított meg, és a többi magától elrendeződik. Nemrégiben kaptam levelet egy ifjú testvérünktől, aki a közelmúltban jutott élő hitre és élte át ezt a szabadulást, és aki előzőleg minden nyomorúságon átment, amit el lehet képzelni. Börtön, zárt osztály, alkoholizmus, paráznaság, öngyilkosság, amit akarunk, minden megtörtént, egészen fiatal korában. És ezt írja a levele végén, most már dolgozom, és próbálom követni Jézus Krisztust, aki olyan nagy szabadságot szerzett nekem, amilyet álmodni se tudtam eddig. Nem tudom eléggé meghálálni a szeretetét, türelmét irántam, és az, hogy mindent képes felhasználni arra, hogy az ő útján megmaradjak. Számomra még mindig érthetetlen és fölmérhetetlen Isten szeretete.
mennyire nagy a kereszt hatalma ma is. 25 éves koromban voltam először boldog a megtérésemkor, és azóta nagyon gazdagon megáldott az Úr. A testem, amit én leromboltam, azt Jézus Krisztus elvégzett művéért Isten újra fölépítette. Még nem jutottam odáig, hogy mindenben Jézus akaratát cselekedjem, de hiszem, hogy aki ilyen múltból képes volt megszabadítani, ezt is elvégzi bennem. És ezzel szinte egy időben mondotta el valaki, aki nagyon derék ember volt, a munkájában, családjában helytálló, de éppen Istentől függetlenül élte a maga életét. És most deresedő férfi korban ismerte meg az ő megváltóját, és jutott élő hitre benne. Mondotta el szinte szó szerint ezeket. Ő semmi olyan szörnyű bűnt nem követett el, mint ez az ifjú testvérünk. És mégis ugyanúgy élte át Jézus Krisztus szabadítását. Mert ugyanabból a helyzetből mentette ki mindkettőjüket, abból tudnilik, hogy eddig Isten nélkül, tőle függetlenül akartak élni, és most őre ráfigyelve, vele összeforva élnek tovább. Nem ebben van a döntő különbség, hogy ki milyen bűnöket követ el. Abban van a végzetes azonosság közöttünk, hogy bűnben születünk, és vétekben melenget a mi anyánk. Hogy úgy születünk már, hogy nincs közösségünk Istennel, és nem is akarjuk, hogy legyen. És az ő szabadító kegyelme tud minket visszahívogatni magához, és kiszabadítani ebből a reménytelen állapotból. Testvérek, egyre jobban látom, hogy az a mi végzetes tragédiánk, hogy szavakkal vagy szavak nélkül harsogjuk azt, amit néhány hét óta naponta sokszor hallok a 3 éves kislányomtól, hogy én egyedül, így egybe mondva. Én egyedül akarok házasodni. Én egyedül akarok gazdálkodni. Én egyedül akarom megismerni ezt a világot, mert én olyan okos vagyok. Én egyedül fogok majd férjet magamnak, és keresek feleséget. Én egyedül akarok még üdvözülni is. Kapok erre különféle ajánlatokat, sokféle vallásnak megvannak az előírásai, módszerei erre nézve. Hogyan üdvözítheted magadat, ember? Én egyedül akarok gyarapodni, gazdagodni, korszerűsödni, nem csak a lakásomat, a gondolkozásomat is hozzászabni a világhoz, az öltözködésemet, ízlésemet, mindenemet. Én egyedül akarok boldog lenni, akármilyen áron, a többiek rovására is. Én egyedül akarom megharcolni a mindennapok csatáit. Én egyedül akarok uralkodni a családban, a szakmában, a nemzetközi életben. Én egyedül. Ezt nevezi a Szentírás bűnnek. Tekintet nélkül Istenre, tekintet nélkül a többiekre, én egyedül. Függetlenítve magamat a Teremtőtől, mintegy az ő helyére lépve, Isten kedve akarom a magam boldogulását megtalálni. És miután minden ponton csődbe jutok szükségképpen, még mindig nem hiszem el, amit Jézus mond, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhet. Még mindig nem hisszük el, hogy nem idegnyugtatókkal, környezetváltozással és a lakás átrendezésével lehet segíteni rajtunk. Nekünk szabadulásra van szükségünk. A bűnből, az Isten nélküli állapotból való szabadulásra. És onnan sem magunktól nem tudunk kiszabadulni, sem senki más nem tud minket kihozni onnan. Azért jött az embernek fia, hogy kiszabadítson bennünket onnan. Ez az evangélium, ez az örömhír. És aki ezt komolyan veszi, hittel elfogadja, az megszabadult. A hatalmas dolgok ilyen egyszerűen szoktak történni. Csak az éppen ez esik olyan nehezünkre, hogy komolyan vegyük és higgyünk neki. És aki nem hisz, az immár elkárhozott. A bűn zsoldja halál. És aki hisz az Isten fiának nevében, örök élete van annak. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
Tavaly jutott el erre a szabadulásra itt a gyülekezetben egy fiatalasszony, és az ő egyáltalán nem hívő szülei azt mondották a múlt héten nekem, ez a gyerek azóta él. Ők ezzel azt akarták kifejezni, hogy visszatért az életkedve, hogy egyáltalán emberi lett, összeszedettebbé vált, jobbkedvű, stb. És nem is tudták, hogy mennyire az igazságot mondták ki. Azóta él, addig nem élt. Úgy tűnt, mintha élne. Ő is veszekedett, kiabált, könyökölt, taposott, mint ahogy mindnyájan. De ezek nem az életnek a jelei, ezek a halálnak a jelei. Azóta él, azóta örök élete van. És sugárzik ez az élet róla és belőle, rajta keresztül másokra is. Nem szeretjük az ilyen kemény igéket. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ajándék. Nem lehet megszolgálni, nem lehet megfizetni, nem jár, nem lehet kikövetelni, elfogadni lehet. De Jézus Krisztus kínálja. Itt, most nekünk is. Azoknak is, akik még egyáltalán semmit nem fogadtak el belőle, és még mindig ezt harsogják, hogy én egyedül, azoknak is, akik megpróbálták már, hogy milyen lenne az nem egyedül, hanem ő vele, de ez nem megy, valahol megrekedtek, azoknak is, akiknek tele van a szívük hálával, mert rájöttek, hogy nem egyedül már, hanem ő vele, sőt egészen átadták az életük kormányát Jézus Krisztusnak, mindenkinek szól az örömhír, ez ajándék, amit ő kész adni, kész egyre teljesebben adni, mindnyájunknak személyválogatás nélkül. Kell-e neked az Isten ajándéka? Bárcsak a saját imádságunk lenne, a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Te nyugtass meg, én Jézusom, ím néked szívem átadom. A 179. énekkel feleljünk az igére. Bizony mi is nélküled szeretnénk sok mindent csinálni, Istenünk, sőt legszívesebben a te hátad mögött. Sötét dolgainkat, gondolatainkat, indulatainkat ott szeretnénk szabadon engedni. Szeretnénk kiélni magunkat tőled függetlenül. És csak egy-egy világos, csöndes pillanatban döbbenünk rá arra, hogy ezzel teszünk határozott lépteket a pusztulás, a halál felé. Bocsáss meg, hogy mi is titkoljuk a bűnt az életünkben. Takargatjuk, mint valami szégyelnivaló betegséget, pedig te a szívünkbe látsz, és te azért jöttél, mert tudod, hogy a betegeknek szükségük van orvosra. Mi mindnyájan betegek vagyunk, és ezt sokszor mégis tagadjuk önmagunk előtt is, még előtted is. Bocsáss meg ezt a szánalmas naivságunkat, és kérjünk, segíts el minket annak a fölismerésére, hogy kik vagyunk mi. És engedd, hogy felismerjünk téged, és benned az áldott orvost, ami szabadítónkat. Köszönjük, hogy hívsz most is magadhoz. Előtted legalább nem akarunk ködösíteni. Te előtted nem akarjuk igazolni magunkat, a téveigésünket, tévedéseinket. Köszönjük, hogy megszerezted nekünk az életet, hogy utánunk jöttél, Urunk Jézus Krisztus. És kínálod most a te életedet, a te békességedet, a te igazságodat. Ó, tedd a mi személyes imádságunká. A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Te nyugtass meg, ó Jézusom, ím néked szívem átadom. Így könyörgünk hozzád magunkért, szeretteinkért. Könyörgünk ezért a világért. Ennek a békességéért, jövőjéért, azokért, akik a világ békességén és jövőjén fáradoznak. Engedd, hogy téged is kérdezzenek. Ne nélküled akarjanak valami jót. Köszönjük, hogy te kínálod nekünk mindannyiunknak, az egész embervilágnak a te békességedet.
Hagyja mi szívünkbe több készséget azt elfogadni, több hitet abban reménykedni. Reád bízzuk a jövő hetünket is, segíts a munkánkban becsülettel helytállni, segíts szeretnünk azokat is, akik nem szeretetre méltóak. Taníts meg minket téged szeretni, és egymást úgy, mint ahogy te szeretsz minket. Amen.